A mindössze egy vereséggel érkező Pécs ellen jól kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza, az első negyed végén 11 ponttal vezettek a cápák. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, a nagyszünetre 48-38-as állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kapaszkodni kezdtek a vendégek, sőt a vezetést is átvették, így a negyedik negyednek 5 pontos hátránnyal vágott neki a házigazda. Visszavette a vezetést a Nyíregyháza, azonban a hajrában egyenlített a PVSK, így következett a hosszabbítás. A ráadás 5 percének második felében a higgadtabb hazaiak maguk javára billentették a mérleg nyelvét, így Merin Mehmedovics együttese sorozatban negyedik győzelmét könyvelhette el. Taktikailag voltunk felkészülve rájunk. Én nagyon jól tudom, hogy ezek a meccsek, amit mi játszunk Budapokidó, de egy ilyen meccs hozzá felugrás tabelánál. Ebben minden három csapatban, aki fönt van, Vasas, Mauci, nem mondom puhább, de legkultúrabb kosarlabdát játszik a Pécs. És ez nem elég agresszív. Mi ezt kihasználtunk, agresszíven egész pályán játszottunk, változása, agresszív zónálom, és tudunk nagyon jó, hogy ezt a mi támadó játék nem tudja védeni egy magas centerrel, amilyen Horti. És akkor ott volt a lyukuk, amit mi kihasználtunk. Bonifert Bendegúz 37 percet játszva 17 ponttal és 9 lepattanóval vette ki részét a nyíregyházi győzelemből. Nagyon élveztem végig az egész meccset. Jó kezdtünk, nagyon jó játszottunk az első fél időben, aztán tudtuk, hogy a Pécs harmadik negyedet, azt minden mérkőzésen nagyon komolyan nekiugrik az ellenfelének. Itt minket is ezzel megleptek, hogy csináltak azt hiszem, hogy mínusz 15-ös futást. Utána nem tudom honnan, tényleg valahonnan összekapartuk magunkat, minden erőnket és feljöttünk. Szerintem rengeteg egyéni teljesítmény volt ma, bárkit ki tudnék emelni, mert egy csapatként harcoltunk és küzdöttünk, és abszolút ennek tudom ezt beszmeztem a mait. Nagyon nehezen kezdtük az évet, nyilván mások voltak a számítások, de azért a munkának egy idő után ki kell jönni, és úgy gondolom, hogy ez már egy ilyen december óta szerintem látszik, mert most az utóbbi, azt hiszem, 5 meccsünkből 4-et nyertünk meg, listavezetőt sikerült megvernünk itthon, úgyhogy ez abszolút mindenkinek köszönhető, a stábnak, mindenkinek, úgyhogy szerintem összekezd állni az a munka, amit évelei óta csinálunk. A kék cápák jelenleg 6 győzelemmel és 11 vereséggel a 11. helyen állnak a tabellán, a forduló többi mérkőzését a hétvégén játsszák. Merin Mehmedovics együttese legközelebb a jövő hétvégén az Óbudai Kaszások otthonában lép pályára.